két megszerzett kvóta, a férfiaknál nem volt érem, ez a rossz hír az isztambuli birkózó VB kapcsán, a jó pedig Sasti Marianna ezüstje, másik jó hír 2013-ban a VB nálunk lesz, aztán aggasztó kérdések, milyen lesz a londoni magyar szőnyek felhozata a minden idők legerősebb világversenye után, Válaszok már is az olimpiai bajnok birkózó szövetségi elnöktől, a stúdióban Hegedűs Csaba. Jó reggelt, szervusz Csaba. Jó reggelt kívánok. mekkora csalódás neked ez a világbajnokság? Hát mivel három kvótát szereztünk, nem kettőt, Végül is én úgy gondoltam, hogy 3-5 kvótával fogunk hazajönni, de zárójelbe teszem meg, a világ legnagyobb birkozóhatalma, az oroszok is csak öt kvótát szereztek, és a 3 kvótával bizony nagyon elől vagyunk a nemzetek sorában. Igen, a mert világ, a legnagyobb, így, világ az... legnagyobb versenye volt, több mint 100 ország, Bejött a jóslatod minden idők legnehezebb vb ről Hát egyértelmű, azt egyértelmű, egyértelmű. Egyértelmű. És ez már látszik egy tendencia, hiszen Magyarország, amikor 2005-ben rendezték a világbajnokságot, akkor elnök úrral Martinettivel abban állapodtunk meg, hogy megcélozzuk a száz országot, a birkozó történelme első századik országát, 102 ország vett részt. Tavaly a kongresszussal együtt 145 ország vett részt a Moszkvai Olimpián, és hát azt tervezzük, hogy mint ahogy említetted, hogy megkaptuk a 2013-as világbajnokságot, itt 120 fölött lesz a részevők. Egy nagyon speciális, nagyon speciális világban élünk, annál is inkább, hiszen Szovjetun a Szovjetunó szétrebbent, amely, amely a kohója volt a virkózásnak. És ez egy, tehát például Mahacskala, csak, csak, egy példát mondtam. Hogy ne csak mindig a futballról, <coughs> Igen. Tehát, tehát ott az, a, a, a prezidenttől kezdve a különböző miniszterig mind birkózó volt. Ö, oly mértékű népszerűsége van, ö, oly mértékű népszerűsége van a birkózásnak, hogy két óránként kell az ezeket reggeltől estig cserélni, mert az a két óránként száz fővel betolduló gyerekek egyszerűen nem férnek el. Hát az a főszponzor, akinek most nem jut eszembe a neve, aki ugye ott a labdarúgást szponzorálja, hát az elsőként a birkózást szponzorálta is szponzorálja, én magam is személyesen ismerem, hiszen az egyik fő szponzora volt a tavalyi Moszkvai VB-nek. Hát ugye, itt úgymond a világbőség 42 kvóta 22 országba került. Ezzel a e, írtudatos konkurenciával e, mit tudunk mi kezdeni? Hogyan vehetjük fel a versenyt? Egyszerűen az-e a megoldás, hogy egy kicsit máshova pozícionáljuk magunkat, tudomásul veszük, hogy picik vagyunk? na. Hát én ezt nem így gondolnám. Tehát én a magam részéről úgy, úgy gondolom, hogy elszúrtuk a formaidőzítést. Tehát ezt ki kell mondani, korábban a Golden Grampi Gárán Bakoban, ami a világ legnagyobb verseny, azt megelőzek, az aztán a kötött fogás ötöt nyert fantasztikus világnagyságok sorát verte el. Én azt gondolom, hogy túl egyszerettük magunkat, és nem volt jó a forma formaidőzítés. De ilyen a szakmában, szakmában előfordul. Úgy hiszem, hogy szerencsésen alakult a módospetés és a, és a Billnek a kvóta szerzése, hiszen 66 kilóban a Lőrinc mártan 74 kilóban a Bácsi Peti, és 96 kilóban az azóta már nagyon jó pozíció lévő kis balás, hiszen, hiszen tudjuk azt, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál elértük azt, hogy Ilyen. meg életében először, az életben először megváltoztasson egy döntést. És ez nem egy egyszerű dolog, hanem bizony a Magyar Birkózó Szövetség is, a Nemzetközi Birkózó Szövetsége rettenetes komoly diplomáciai munkát végzett. Itt ahhoz, most hogy a, Tehát a lement az a terhe, hogy indulhat-e vagy sem. Szépen. Ezek a, ez a három versenyző véleményem szerint megszerzi a továbbiakban a, a, kvótát, és hát ne felejtsük el hatos gapit, hatos gapit, tehát a szabadfogásban is úgy gondolom, hogy egy, két, három kvóta belefér, és még reménykedek abban, hogy egy női résszel, tehát én úgy gondolom, hogy egy 8-11 kvalifikáció lesz az olimpiára. Ebből a sűrű mezőnyben mennyi érem jöhet össze? Mennyi lehet a célkitűzésetek? Hát az a nagy igazság, hogy nyilvánvaló, hogy én, mint aki teljesen elkötelezett vagyok a birkozásban, azt mondom, hogy minden kimenő ember komoly esélyese, hiszen aki, aki bekerül az első húzba, hogy kikerüljön a, kikerüljön a világbajnokságra és a olimpiára, az potenciálisan esélyes, mégis úgy gondolom, hogy reálisan Esélyünk van mind a három éremnek a megszerzésére, de ha arra gondolok, hogy Módos Peti milyen elmúlt két év van mögötte, csak emlékezzünk arra, hogy, hogy, hogy az az orosz nyerte, az előző olimpiát, akit ő az Európa bajnokság két hónappal előtt kidobott a verembe, és két nappal a kiutazás előtt egy vírus megtámadta, és nem tudott kiutazni. Lőrinc Tamás egyértelmű olimpia esélyes, Bácsi Peti egyértelműen olimpia esélyes, és kisbalású út úgy szintén, mint a szabadfogásban két döntőre esélyes versenyzőnk van, illetve Sasti Marian régóta bizonyítja formáját. Hát akkor ti aranyat fogtok hozni, az biztos? Az biztos. Hát így legyen, és jó munkát akkor meg akkor további kvóta szerző harcokat. Köszönöm szépen, gyere Hát nem egyszerű, a, nem egyszerű, a, világ, de hát ezért dolgozunk és ebben élünk. Tehát számunkra ez nem, nem, különleges dolog, hogy, hogy megfogalmazhatatlan különbséggel maradtunk le legalább három kvótáról. No, hát akkor hozzátok össze. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm.